Lassan már hetente kell tartanunk sajtótájékoztatót közlekedésben dolgozók ügyében. Ugyebár két héttel ezelőtt a mozdonyvezetők lehetséges sztrájkjáról beszéltem, múlt héten pedig a volánbusz helyzetéről, illetve támogatásunkról biztosítottuk őket. Most pedig sajnos a BKV-tól jönnek hozzánk olyan jelzések, amelyben meg kell szólalnunk. Ugyanis rendkívül nehezen minősíthető, hogy a BKV vezetése a mostoha körülményeket és az alacsony fizetéseket úgy akarja orvosolni, hogy nem emelik a fizetéseket és nem javítják a munkakörülményeket, hanem idézőjelesen túlórára kérik a BKV dolgozóit. Na most rendkívül könnyű belátni azt, hogy egy járművezető esetében milyen veszélyekkel jár ez a plusz túlóra. Így is sokat túlóráznak egyébként, már teszem hozzá, de hogyha kialvatlanul, fáradtan ülnek mondjuk a volán mögé, akkor azzal nem csak a saját testépségüket, hanem a többi BKV dolgozóit, az utasokét, ne adj Isten, a gyalogosékét is veszélyeztetik, úgyhogy rendkívül veszélyes ez a pressziója a BKV-nak, mert bár azt mondják, hogy önkéntes ez a túlóra, de hagyj jegyezzem meg, hogy ismerem én ezeket a belső munkahelyi idézőjeles szakzsargonokat, hogy mit jelent az önkéntes túlóra, tehát maradjunk annyiban, hogy erős kétségeim vannak afelől, hogy ez tényleg önkéntes. Ezek az információk egyébként a szakszervezettől, az Egységes Közlekedési Szakszervezettől származnak, és Naszályi Gábor elnök úr is elmondta, hogy rendkívül méltatlan ez az ajánlata a BKV-nak a dolgozói felé, ugyanis azzal tisztában van, hogy rendkívül nehéz helyzetben van a BKV, de valamit mégiscsak tenni kellene, hogy a jelenlegi dolgozók meg legyenek becsülve anyagilag is, és az új belépőket is meg tudják kellőképpen fizetnie, ezért a Mi Hazánk mozgalomnak a szakszervezettel egyetemben az az álláspontja, hogy a BKV-nak a munkavállalókat kellene képviselnie, és a fenntartóhoz, tehát a fővárosi önkormányzathoz kellene fordulnia, hogy beszéljék meg, hogy hogyan, miként lehetne a béremeléseket kieszközölni, és még mint egy záró gondolatként keretbe helyezve az egész magyarországi helyzetet, tehát nem csak a BKV-ről beszélvén, hanem úgy teljességében a béremelésekről, a Mi Hazánk mozgalomnak már egy jó ideje van egy javaslata, hogy miből lehetne fedezni a béremeléseket. Nagyon egyszerű a válasz, meg kell adóztatni a digitális óriás cégeket és az oligarchákat, így súlyos milliárdok szabadulnának fel, jutna béremelésre, akár itt a BKV esetében is.